Sziasztok! A mai videóban Rúnával az első közös külsős edzésünket nézhetitek meg. Ha érdekel, tartsatok velünk! Első körben mindent bepakoltam az autóba, hogy aztán csak indulhassunk, mikor a lovat feltettük a lószállítóra. Kivezettem Rúnát a karámból, és gyorsan megpucoltam, mielőtt még elindultunk, hogy ott ezzel már ne kelljen majd foglalkozni annyira. Életében harmadszor utazott lószállítón, ezen kívül még egyszer jött fel, mikor itthon voltunk és gyakoroltunk vele, de csak felmentünk és lejöttünk, nem tartózkodott fent túl sokat akkor sem. Viszont nagyon büszke voltam rá, hogy így szépen feljött magától elsőre. Bekötöttem, becsuktuk az ajtókat, és útnak is indultunk Sárvárra. Ez tőlünk körülbelül olyan 15-20 percre van, úgyhogy nem volt túl hosszú az utazás. Miután levettem a lószállítóról, a kötőféket átcseréltem kantárra, mert úgy gondoltam, hogy ebben biztonságosabban meg fogom tudni, ha megugrik, de egyébként nem volt semmi ilyen. Látszott rajta, hogy valamennyire feszült, nézelődött és nyerítgetett, de aztán egész hamar abba hagyta. Egy gyors ápolás és patapucolás után elkezdtem felszerelni. Először feltettem rá a pataharangot és a bokavédőt. Ez egyébként egy új bokavédő, amelyik még sosem volt rajta, és az első pár lépés elég nehézkes is volt benne ki, de viszonylag hamar megszokta, csak ez kicsit más volt, mint az otthoni. Gyorsan feltettem a nyereg alátétet és a nyergét, becsatoltam, és felkerült az én védő is. Miután a lóval elkészültem, gyorsan én is felöltöztem, felvettem a csizmámat, a kobakomat és a gerincvédőmet, aztán el is indultunk a pálya felé. Viszonylag távol volt a bejárat, így amíg körbeértünk, még meg tudta nézni a pályát, reménykedtem benne, hogy így annyira nem fog félni már semmitől sem. A kötelező szeretgetés és a vederhúzás után pedig gyorsan felpattantam. Először teljes lovardában sétáltunk néhány kört mindkét kézre, hogy megszokja az idegen helyet. Miután úgy éreztem, hogy már annyira nem feszült, elkezdtem mindkét kézembe melegíteni.
Viszont itt a sarokban volt egy piros fellépő, ami elég ijesztőnek tűnt számára, és néhány kört kellett itt lovagolnunk ahhoz, hogy felfogja, őt nem fogja ez a fellépő megenni. Ügetésben lovagoltam köröket, átváltásokat, kígyóvonalakat. Egész szépen meg is nyugodott, és lehetett normálisan dolgozni vele. Aztán úgy a lovaglás felénél Rúna úgy gondolta, hogy itt az ideje bemutatkozni, kibakolt kettőt, és szétrúgta a kerítést. Innen is szeretnék még egyszer egy hatalmas elnézést kérni emiatt, és nagyon nagy köszönet a karbantartónak, aki hamarosan meg is csinálta aztán, amit tönkretettünk. Itt láthatjátok, hogy már 5 perc elteltével újra ép a kerítés. Aztán leügettem egy kicsit, és utána már csak lépésben dolgoztunk. Itt csináltunk egy eleje körüli fordulatot, ha nem siet bele, egyébként már nagyon szépen meg tudja csinálni ezt. Aztán gyakoroltunk egy kis combra való engedést is, most már ezt is egész szépen csinálja több lépésen keresztül is. És legvégül hosszú száron sétáltunk még néhány kört. Miután végeztünk itt az edzéssel, leszálltam, kijöttünk a pályáról, lenyergeltem, egy kicsit hagytam még legelni, aztán átcseréltem a kantárt kötőfékre, összepakoltunk, és végül elindultunk haza. Most egy kicsit nehezebben sikerült felmenni a lószállítóra, mint idefelé. Kint lovagoltak már a lányok a pályán, úgyhogy ez jelentősen izgalmasabb volt, mint az üres lószállítóba felmenni. Egy kicsit türelemmel és segítséggel aztán végül ügyesen felszállt, és már indultunk is hazafelé. Az utat egyébként nagyon jól viselte hazafelé is. Itt pedig a leszállást láthatjátok, viszonylag nehezen ment neki még hátrafele lépkedni a rámpán, de azért megoldotta és sikeresen leszálltunk. Itthon áfonya már várta, és a közös legelés sem maradhatott el. Köszönöm, ha végignézted, remélem tetszett, egy következő videóban találkozunk, sziasztok!